Áldást, békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, aki eljött a Szekszárdi Léleképítő október 3-ai előadására 2022-ben, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik a televízión keresztül, illetve az interneten keresztül követnek bennünket, vagy 5 év múlva fogják megnézni, őket is szeretettel köszöntjük, de köszöntsük a legnagyobb tisztelettel és tapssal a vendégünket, Kassai Lajos lovas íjászt. Kezdjüket csókolom, jó estét kívánok! És hát engedjék meg, és engedje meg Lajos, hogy amíg átadom a mikrofont, egy-két olyan információt mondjak el, amely közérdekű, illetve felvezető. Az egyik az, hogy legközelebb november 7-én fogunk találkozni, szintén hétfői alkalommal Nemcsák Károly színművésszel, a József Attila Színház igazgatójával, aki azt mondta, hogy legyen színész és templomépítő az előadás címe, mert hogy az ő saját falujában ő is templomot épített, hát ez lesz a címe. És december 5-én pedig dr. Csat Magdolna közgazdásszal fogunk találkozni ebben az évben utoljára, de szeretném, hogyha egy olyan programot is közreadhatnék, amiről Magdikám sugjál, milyen program lesz a Vármegyeháza dísztermében a Vármegyei esték. Laci, tudsz valamit erről mondani? Hogyan? Afréka, Fodor Réka, dr. Fodor Réka, igen. Nigériából egy missziós nővér. Hanyadikán? 11-én 18 órakor a Vármegyeházán. Rendben, köszönöm szépen, és remélem ott is fogunk találkozni. És hát sokan mondhatják, hogy a bolha az elefánt előtt mit ugrál, meg a törpe az óriás előtt mit beszél még mindig, de engedjék meg, hogy ezen a léleképítőn, aminek házigazdája lehetek, és a Jóisten rám bízta, egy-két gondolatot elmondjak, hogy egyáltalán Kassai Lajost én miért hívtam meg. Talán nem kell hozzá komment igazából, de én számomra meg kell, hogy mondjam, hogy nem is a lovas íjászat volt a legvonzóbb, hanem mint a féle hétköznapi ember, aki bizonyos fokig fegyelmezett, nagy fokban fegyelmezetlen. Azt láttam, hogy Kassai Lajos a fegyelem, az önfegyelem mintaképe, amivel ő, aki hozzánk hasonlóan nem volt jól elereszte anyagilag, ismerem a volt szerencsém találkozni a kedves szüleivel. Nagyon kedves, nagyon alázatos, nagyon szerény, de egyszerű, de nagyszerű embereknek a gyermeke, Lajos és a testvére is. És hogy miért nem vittük mi többre adott esetben? Én azt hiszem, hogy az önfegyelem és az a céltudatosság, mert mindegy, hogy mit csinál az ember, ha előtte van a célja, ha kiválasztotta, szereti, jó dolog az, akkor el tud oda jutni, ahova Kassai Lajos is eljutott. Nem akarom méltatni azokat az eredményeket, amelyeket ő elért, mindenki utána tud nézni, de valóban hungarikum, valóban magyar örökségdíjas, és számunkra, mint hétköznapi emberek számára egy örök példakép arra, hogy ne adjuk fel, nézzünk előre, és a léleképítőnek tulajdonképpen ez a célja, egy értékrend erősítő, mert a rendszerváltás után nagyon hamar kiderült, hogy nem a gazdasági válság a legnagyobb baj, most sem, hanem az értékrendválság. Nem csak Magyarországon, az egész Európában és az egész világon, de így szűkebb körben erősítsük egymást. Pálfi Pista azt mondta, amikor itt volt, hogy mindenki lélek építő.
és számomra ez egy nagyon jó mondás volt, mert igen, építsük egymást, építsük az értékrendünket, erősítsük, és jó, hogy együtt vagyunk, és nagyon szépen köszönjük Kassai Lajosnak, és azoknak a óriásoknak, akik köztünk kis törpe. Itt lehetek, Bán János, aki a Hunyadi sorozatot írja, és most karácsonyra minden igaz meg lesz a 12. kötet, az Angyal a kapuk felett címmel, és már készül majd a Matthias Rex sorozathoz is utána, és így tovább. És reméljük a léleképítőt jövőre is folytatni tudjuk. Köszönet a 2022-ben a Polgári Magyarországért Alapítványnak, hogy támogatta, illetve Süli János, Sándor József, Nagy Lajos harcról, Diófa Csárdától és Eszter Bauer pincészet, Eszter Bauer János és családja, valamint mindenki, aki itt van, aki hozzájárul ahhoz, hogy ez folytatódhasson jövőre is, ez a léleképítő, ezt a kiáratnál megtehetik, ezt a segítséget, amelyet kérünk is. Belépés díjtalan, szoktam mondani, kilépés bizonytalan, de ez csak azért, hogy egy kicsit oldjam a dolgot. Nem húzom az időt tovább. A végén előadónk hozott magával a könyveket, a segítője Krisztina tőle meg lehet majd vásárolni, és Kassai Lajos dedikálja, ha valaki szeretné, úgyhogy ezzel éljenek, ezzel a lehetőséggel. Nincs más hátra, mint előre. Fogadjuk nagy szeretettel Kassai Lajost, Modernitás, Hagyomány és Modernitás címmel tartsa meg előadás, léleképítő előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meleg szavakat doktor úrnak, akkor most elkezdődött. Megvan ez, hogy elkezdődött? Grósz Károly utazik a villamoson, és véletlenül rálép egy ember lábára. Ez azonnal lekever egy marha nagy pofon, de mellett álló is lekever egy marha nagy pofon Grósz Károlynak. Tanástalan áll, és kérdezi, hogy uram, értem, hogy miért ütött meg, hiszen ráléptem a lábára, de ön miért ütött meg? Ja, én azt hittem, elkezdődött. 34 évvel ezelőtt egy megvadult ló bevágtatott velem abba a völgybe, ami aztán azóta az otthonom. Ez még a kommunizmusban volt, onnét is jön ez a vicc, mert nagyon jó viccek voltak akkoriban. És én elhatároztam, hogy ezt a völgyet, amit már akkor a magaménak éreztem, mert egy állami gazdaságtól béreltem, minden hónap első szombatján ki fogom nyitni, és képzeljük el, hogy 34 éve van egy program, ami minden hónap első szombatján kinyitja kapuit, és ott van a völgy. És az első években még azok a kérdések hangzottak el, hogy a vesszőt hogy tegyem az idegre, hogy fogjam meg az íjat, hogy lőjek, hogy feszítsem. Ma viszont már inkább ilyen kulturális közéleti kérdések hangzanak el, és minden hónap első szombatján meg lehet nézni a völgybe folyó munkát, vannak bemutató jellegű edzések, mert az érdeklődőkkel leülünk és kialakul egy beszélgetés. Én szeretném ideidézni ennek a völgynek a hangulatát, és nem annyira egy előadást tartani, mint inkább az önök kérdésére támaszkodni. Próbáljuk ezt meg, ez nehezen fog elindulni, mert amikor azt mondom, hogy na tessék, akkor általában egy hosszabb csend következik, de tessék. Ebben a nehéz helyzetben hogyan tovább? Nézze, ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis én még emlékszem rá, amikor nekünk nem volt villanyunk. Pici gyerek voltam, 1960-ban születtem. Emlékszem rá, amikor bevezették a villanyt. Emlékszem rá, amikor a vizet bevezették, mert addig édesanyám egy lavorba fürdetett, és majdnem az egész család abba fürdött. És emlékszem rá, hogy pottyantós vécénk volt. És arra is emlékszem, hogy német katonai páncélsisakkal mertük a WC-t, mert minden évben kimertük és kihordtuk a kertbe. Én emlékszem ezekre az időkre. Én azt hiszem, hogy ezek az idők vissza fognak jönni. És azért fognak visszajönni ezek az idők, mert ez az életmód, amit mi élünk, ez fönntarthatatlan. Én értem azt, hogy a gáz kényelmes, én értem azt, hogy ezek az autók gázolajjal közlekednek, de hölgyeim és uraim, ez el fog fogyni.
És vagy azért, mert elzárják a gázcsapot, vagy azért, mert elfogy, nekünk el kell kezdeni gondolkodni a jövőnkön. Egy dologra megint csak emlékszem ezekből az időkből, hogy én egy boldog gyerek voltam. Nem éreztem szegénynek magam. Senki nem érezte szegénynek magát a környezetemben. Volt egy kis teljes kannám, és amikor már teljes kannát elbírtam, akkor mentem, mert néhány házzal odébb ott volt a tehén, amit frissen fejtek, és hoztam haza a tejet. Volt egy bevásárlószatyrunk, azzal a bevásárlószatyorral jártunk, és emlékszem annak a kis boltnak a szagára, amiben a petróleum, a mosószer és a friss kenyér illata keveredett. Ezek a kis boltok láttak el bennünket, amik természetesen szombaton délelőtt voltak nyitva. Ugyanúgy, ahogy szombaton délelőtt is jártunk iskolába, illetve szombaton délelőtt is dolgoztunk. Én a Latinka TS-be kezdtem a pályafutásomat, ahol napi 10 óra volt a munkaidő, és amikor szombaton csak 6 órát kellett dolgozni, akkor az egy ünnepnapnak számított, mert korábban elmentünk haza. Tehát én ezen szocializálódtam, és amikor elkezdtem a lovasi jászattal foglalkozni, akkor én még nem tudtam azt, hogy a lovasi jászatot üldözik-e a kommunisták, vagy megtűrik. Hiszen a lovasi jászat a mi ősi harcművészetünk, és nagyon messze a gyökerekbe mutat vissza, és én féltem attól, hogy nagyon egyszerűen keresztbe tudják húzni az én számításaimat, egész egyszerűen azt fogják mondani, hogy az így fegyvernek minősül. És akkor én előre szaladtam egy kicsit, és letettem a vadászvizsgát, megszereztem a fegyvertartást, hogy nehogy ez legyen a kizárók, hogy amit én igazán szeretek, azt nem fogom tudni csinálni, mert mondjuk fegyvernek minősítik az íjat. De én azt el nem tudtam képzelni, hogy engem támogassanak. Tehát én úgy építettem föl a rendszert, hogy amit én a saját vállamon elbírok vinni, azt elviszem. 34 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok minden épült a völgybe, de én egy 5 méterszer 10 méteres kis házban élek, a feleségemmel és a két lányommal, és egyetlen egy cserépkályhánk van, és én ezt a cserépkályhát azzal a fával befűtöm, ami ott az erdőbe lepatyog szám, még csak fát se vágok ki, és végigcsináljuk a telet. Tehát én igyekeztem igyekeztem megtartani azt a fajta szerény életmódot, ami véleményem szerint fönntartható. Úgyhogy el kell, hogy mondjam önöknek, hogy az én életemben semmilyen változást nem fog hozni ez a kialakult helyzet, úgy, ahogy a Covid se hozott. Mert az egész életemet arra építettem föl, hogy próbáljak valamilyen szinten önállátó lenni, és próbáljam valamilyen szinten minden körülmények között fönntartani a lovasi jászatot, hogy ez minden egyes politikai, gazdasági körülménytől független legyen. Én szeretnék elmondani egy történetet. Én a Matt Damonnak voltam személyi edzője, dolgoztam hollywoodi produkciókban, felléptem az angol királyi család előtt Windsorban. 93 évesen a királynő még ott lovagolt minden nap, találkoztunk vele. Én sokat láttam. De van egy nagyon kedves történetem, ami nem velem történt meg, hanem Dicsőfi Endre barátommal, aki valahol Tájföldön nyaralt, és a tengerparton megismerkedett egy nagyon idős, nagyon szegény kínai bácsival, aki tájcsi gyakorlatokat hajtott végre, összebarátkoztak, és ezt a kis társaságot elkezdte tanítani. Megszerették egymást, letelt a nyaralás, és elhatározta ez a kis társaság, hogy ennek a szegény, idős kínai bácsinak vesznek valami ajándékot. És bementek a tengerparttal szembeni szállodába, a recepcióst megkérdezték, hogy ismeri ezt a szegény kínai bácsit, tehát persze Li bácsit mindenki ismeri a tengerparton. Hát tudná-e nekik segíteni, mert szeretnének valami ajándékot venni, valami hasznos dolgot akarnak, mert látják, hogy nagyon szegény, de nem akarják megsérteni ezt a bácsit, mire lehetne neki legnagyobb szüksége, amit tudnak neki adni. És azt mondta, természetesen jöjjenek ki velem ide a tengerpartra. Tetszenek látni ezeket a szállodákat? Igen, látjuk, ez mind Li bácsié. Én azt gondolom, hogy a siker, a hírnév és a hatalom nem kell feltétlenül elvegye az emberek eszét, de többnyire ilyen emberekkel találkozunk. Én hála jó Istennek mindegyik fajtával találkoztam, és én nagyon tudom tisztelni azokat az embereket, akik megmaradnak annak ellenére, hogy mennyi pénzt szedtek össze, vagy milyen sikereket értek el. Parancsoljanak! Tessék, parancsoljanak!
nagyon jó ez a kérdés. Nagyon jó ez a kérdés. Mindenki, akinek gyereke van, azt foglalkoztatja, és ez a következő dilemma. Ahogy mi látjuk a világot jelenleg, mi látjuk a tömeget és az egyént, ugye? Tehát van a tömeg, és van az egyén. Vagy azt mondom, hogy nem látom a fától az erdőt, vagy azt mondom, hogy nem látom az erdőtől a fát. Ez ugyanaz. Van a tömeg, és van az egyén. És a jelenlegi világ mindig a tömeget nézi, és mindig az egyént nézi, és egy társadalmat így próbál összerakni. Nem lehet így összerakni, mert a nemzet az nem bontható tovább a családnál. A nemzet nem bontható egyénre. A nemzet legkisebb önálló egysége, amit tovább nem tudok bontani, az a család. Értik ezt? Attól a pillanattól kezdve, hogy én férj vagyok, attól a pillanattól kezdve, hogy én apa vagyok, én már nem egyén vagyok. Én már egy családhoz tartozom. Az én megszűnik, és átveszi a mi a szerepet. Hogy? Ezt hogy érti? Lehet szétszedni közösségeket ilyen módon, nemzetet nem tudok szétszedni, de mindjárt megpróbálom megvilágítani ezeket az összefüggéseket, hogy ez hogy függ össze. Akkor működik ez jól, hogyha a család azon elvek szerint neveli föl a gyermekét, ami elvek szerint a nemzet működik. Tehát van egy nagy közösség, ami a nemzet, és van egy kis közösség, ami a család, és ez egymással borzasztó szoros kapcsolatban van, mert én akkor vagyok nyugodt, hogyha azokat a morális, erkölcsi alapelveket, amit én átadok a gyermekemnek, a családban, vagy a nagyobb közösségben az az elfogadott. És akkor leszek neurotikus, hogyha én egy morális, erkölcsi alapelvek szerint fölnevelem a gyerekemet, és azzal szembe fog menni a környezete. Tehát ez egy nagyon, nagyon egyszerű képlet, és a problémát az jelenti jelenleg, hogy a család nem funkcionál. Tele vagyunk hülyével. Hülye gyerekek vannak. Egész egyszerűen én 30 éve tartok történelemórákat, és látom azt a folyamatot, ahol szellemileg, fizikailag épülnek le a fiatalok. A Mocsai Lajos mondta nemrégen, hogy csináltak egy felmérést. Ennek a felmérésnek az lett az eredménye, hogy a városi fiatalok fizikai állapota jobb, mint a vidékieké. Döbbenet. És nagyon egyszerű a magyarázat, ez azért van, mert a városokban a testnevelésre való lehetőség, a tornatermek, a gymek, az uszodák, azok elérhetőek a fiatalok számára. A vidéki fiatalnak, a vidéki fiatalok nem a tornaterembe erősödtek meg az uszodába, hanem a munkába. Na most a vidéki fiatal városi életet él, városi infrastruktúra nélkül. Döbbenetes fordulatok és hatások vannak. A katari tizenéveseket fölmérték, és megállapította egy felmérés, hogy a katari tizenévesek 75%-a cukorbeteg. Bődületes arány. Na most jó néhányan ülnek itt az én generációmból. Hát mikor hallottunk mi erről, hogy cukorbetegség? Hát ez valahol az idős embereknek volt, a nagyapáinknak volt ez. Hát egy gyereknél ilyen, hogy cukorbetegség. Tehát egyáltalán maga az, hogy betegség a gyerekeknél. Ilyen, hogy diszlexia, ilyen, hogy szénanátha, ilyen, hogy allergiás problémák, ilyen, hogy lelki problémák. Nem találkoztunk ezzel. Egyszerűen nem találkoztunk ezzel. Én 30 éves voltam, amikor először hallottam ezt a szót, hogy szénanátha. Addig nem tudtam, hogy ez létezik. Ezek mind immunbetegségek. Ezek a rossz táplálkozásból és a helytelen életmódból adódnak. Tehát a családnak és a társadalomnak egy nagyon erős szimbiózisba kell lenni, ami felborult. Ahogy a vallás kilugozódott a nyugati társadalomból, a kultúra kilugozódott a nyugati társadalomból, ez a fajta kohézió, és ez a fajta szimbiózis, ami a család és a nemzet együttlétét segítette elő, ez megszűnt, nagyjából a gyerekeink a légüres térbe kerülnek ki, és a Jóisten tudja, hogy mi történik velük a virtuális térben. Tehát olyan bugyraiba kerülnek be a világba, ami fölött nekünk egyáltalán nincs kontroll lehetőségünk. Amit lehet tenni, az a tiltás. De hogyha én tiltom a gyerekemet mindentől, amit a kortársai megtehetnek, akkor neurotikus lesz a gyerekem.
egyszerűen olyan nyomást gyakorol rá a környezete, amit nem fog tudni elviselni. Ő a fekete bárány lesz, aki kilóg a sorból, és borzasztó nehéz helyzetünk van. Én nagyon fontosnak tartom a közösségeket. Tehát a Titanic süllyed, ezt látjuk, de vannak mentőcsónakok, és melyik volt az a hajó, amik a mentőcsónakokat fölvette? A Kárpátia. Azért ez jó hangzik, nem? Így van, így van. Tehát vannak mentőcsónakok, ezek a mentőcsónakok a kisközösségek. Én nagyon fontosnak tartom ezeknek a kisközösségeknek a létét. Ez legyen egy vallási közösség, ez legyen egy kórus, ez legyen egy lovasiász közösség, mint például az enyém. Én azért vagyok nyugodt a lányaimat tekintve, mert a lányaimat egy burokként veszi körül egy lovasiász közösség, ami ugyanazt az értékrendet képviseli, amit én átadok nekik a családban. Tehát nincs kontraszt a világban, és minél kisebb a kontraszt, annál egészségesebb lesz a gyerekem. Parancsoljanak! Mint moderátor, hadd kérjem azt, akik felszólalnak, hogy egyrészt hangosan, hogy más is hallja, bár az nem lesz benne a felvételben, de az interneten is a visszanézhetőség érdekében előadónkat meg arra kérem, hogy röviden ismételje meg a kérdést, hogy mire fog válaszolni. Jó? Jó, jó. Köszönöm. Jó, parancsoljanak. Tessék, parancs. Hát először is, hogyan oldanám meg az ekete a betegséget, akkor ezt tisztázzuk, hogy mi az ekete a betegség. Én hoztam egy társadalmi képletet arra a problémára, ami gyakorlatilag a magyar kulturális életet most már lassan terméketlenné teszi. Az ekete a betegség akkor alakul ki, amikor egy területet sokáig szántanak, és az ekete nyomására zömítődik az altalaj. És ez a zárvány nem teszi lehetővé, hogy a csapadék leszivárogjon az altalajba, hogy a mikroorganizmusok könnyedén mozogjanak, hogy a gyökerek le tudjanak húzódni. Ha például van egy nagy nyári zápor, az nem tud kellő sebességgel az altalajba lehúzódni, mert a tűző nyári nap gyorsabban felszárítja, mint a laza talaj megengedni, hogy lemenjen, és fölborul a vízháztartása a talajnak. Ez a mi társadalmunknak a problémája, hogy van egy altalaj és van egy felszín. Az altalaj az a hagyomány, az a jobb oldal, az a tradíció, a felszín a bal oldal, a liberális oldal gyakorlatilag, és ennek a két erőnek, amit határoztak meg népi urbánusként, amit már hallottam úgy, hogy a hunok és a pannonok, tehát többféle verziója van ennek. Ez az ekete a betegség, ez jól szimulálja azt, hogy ez a két kulturális réteg egymásnak van feszülve, és ez nem teszi lehetővé, hogy a kulturális életünk termékeny legyen, sőt már ennek a termékenységét veszélyezteti. Gondolom mindenki érzi a saját bőrén ezt a problémát, és nem csak a nekünk okoz ez fejtörést, hanem generációkon keresztül ezt a népi urbánus egymásnak feszülést, ezt nem tudták eddig megoldani, holott borzasztó fontos lenne, hiszen ha megvizsgáljuk ennek a két rétegnek a dinamikus képletét, akkor az a tojás. Az a tojás. A konzervativizmus és a liberalizmus. A tojás, héj, ami védelmi szerepet tölt be a fióka kikelésében, minden madárnál különböző, egy tyúk életében ez 20-22 nap, egy liba életében ez 30-32 nap környékén van. De van egy pillanat, amikor ennek a tojáshéjnak föl kell törni. A tojáshérnek, a konzervativizmusnak, a hagyományok megtartásának rendkívül fontos szerepe van, hiszen egy biztonságot ad. Ez a tojáshéj. Viszont egy idő után ennek a tojáshéjnak meg kell repedni, föl kell törni, és át kell adni a helyét az életnek. Ennek van egy ritmusa. Ha túl sokáig tartom a tojáshéjat, megölöm a fiókát. Ha túl korán töröm föl, megölöm a fiókát. Tehát ennek van egy ritmusa. Az, hogy a hagyomány és a modernitás milyen átmenetbe dolgozik, ennek van egy normális ritmusa.
És a problémát az jelenti, hogy ahogy a természet ezt a jó Isten megalkotta, ezt az embernek még nem sikerült így. Tehát mi vagy túlszorosra csináljuk ezt a tojáshéjat, látunk olyan szülő-gyerek kapcsolatot, ahol a tojáshéj túlszoros, és a gyerek nem tud kikelni ebből a tojásból. Van ilyen mester-tanítvány viszony, ahol annyi, akkora szigor, hogy nem tud önállóságra kerülni a tanítvány. Tehát látjuk az életben ezeket a lehetőségeket, de látjuk azt is, hogy korán töröm föl ezt a tojáshéjat, korán engedem el az útjára. Most nem azzal a problémával küzd a világ, hogy ezek túl szorosak, ezek a tojáshéjak szilárdak, és nem engedik a fiókát, hanem túl korán törik föl. Vagy szinte fölöslegesnek is tartják ezt a tojáshéjat, mindenki menjen, amerre lát. Na most ez az alapvető probléma, és hát ennek a megszüntetésére egyelőre én nem látok kiutat, de amit én tudok tenni ennek érdekében, az a párbeszéd. Tehát én párbeszédet kezdeményezek olyan emberekkel, akik mondjuk úgy, hogy nem az altalaj lakói. Hát van az az elhíresült mondás, amivel én a Gulyás Mártont felhívtam, és azt mondtam neki, hogy Gulyás úr, belenéztem a távcsőbe, és azt láttam, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak ön a legtávolabb eső bolygója tőlem. Üljünk le, beszélgessünk. És ő azt mondta, hogy nagyon megtisztel a meghívás, eljött ez az ember, én heteroszexuális vagyok, ő homoszexuális, én jobboldali vagyok, ő baloldali, én egy tanyán élek, ő egy városban él, tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy semmi közös nincs bennünk, de meghívtam ezt az embert, leültünk, és nagyon jót beszélgettünk, és aztán ő azt mondta, hogy szeretne velem készíteni egy riportfilmet, és nem tudom, hogy látták ezt a Gulyás Márton, nagyon sokan látták ezt a filmet. Tudniuk kell azt, hogy ezt a filmet egy őszinte négy szem közti beszélgetés, majdnem egy napot töltöttünk el megelőzött, amit én azért tartottam fontosnak, mert itt ennek a nagy két kulturális rétegnek a csaholó kutyái azok, akik ezt a hangulatot a felszínen tartják. Egyébként ezek meg lennének normálisan egymással. A propagandisták és az aktivistáknak van ebbe óriási szerepe, hogy ez a konszenzusnál jöjjön létre, mert sajnos így épül fel a média, így épül fel a politika, hogy erre a feszültségre építkezünk föl, és erre a feszültségre tudom a saját identitásomat meghatározni, ez már egy hír. Tehát, hogyha mi masszívan kurva anyázzuk egymást, akkor az egy hír a médiában. Ha mi leülünk úriemberként elbeszélgetni, ez senkit nem érdekel. És ez a problémája jelenleg, ezért nehezen oldhatóak ezek a dolgok. Én viszont nagyon szívesen lépek ki a saját lövészárkomból, és kezdeményezek kapcsolatokat anélkül, hogy nekünk meg kéne változtatni az identitásunkat. Én abban hiszek, hogy mindenki őrizze meg az identitását, de ne dehumanizálja a másikat. Mindkét rétegnek fontos szerepe van, mindkét rétegnek látom a szerepét a világ működésében, de hiszek abba, hogy ennek a két rétegnek igazán az együttműködése tesz egy kultúrát naggyá. Hát ennek most elég komoly híja van. Én hoztam egy döntést, én elhatároztam azt, hogy éves szinten 6-8 ilyen embert meghívok, ezek mind négy szem közti megbeszélések, nem a kamerák előtt zajlanak, és megmondom őszintén, hogy ezek nagyon, nagyon jól sikerült találkozások. Parancsoljon! Nézze, most miután a Gulyás Márton elkészítette ezt a filmet, én nem akarom kiadni ezeket az embereket, ez zajlik folyamatosan, és ezek nagyon jól sikerült dolgok, de nem hatalmaztak fel arra, hogy ők egy másik lövészárok lakói, és nehogy a saját lövészárkában nyissanak rá tüzet, mert leült egy ilyen jobboldali nyilas, ráadásul egy nyilassal. Tehát nem lehet jól kijönni belőle. Igen. Parancsoljon. Valamilyen
Tehát indulok-e a választásokon? Hogy fogalmazzunk tömören. Magyarország következő miniszterelnökét látják itt, hölgyeim és uraim. Arra kérem önöket, szavazzanak rám. És engedjenek meg ezzel kapcsolatban egy viccet. Igen? Viccesnek hangzik. Jó. Viccesnek hangzik, de elég széles és elég keskeny is ez a politikai paletta, ami most Magyarországon létezik. Szerintem most mi már ismerjük kicsit régebben. Nem. Nem, az visszatérek erre a kérdésre, csak ezt a viccet engedjék meg. Képviselő a vidéki körzetébe utazik egy kis faluba, és megkérdezi a polgármestert így a lakóközösség előtt, hogy polgármester úr, mi az, ami az ön falujakban nincs? Hát nézze, képviselő úr, a mi falunkban kettő dolog nincs. Van egy orvosi rendelőnkben, nincs benne orvos. Na figyelj ide, polgármester úr, és most nézze meg, hogy én hogyan intézkedek. Szerbusz Józsikám, fölveszi a telefon. Igen, igen, én vagyok. Hát persze dolgozom. A nap 24 órán, a lelkemet kiteszem az emberekért. Igen, igen. Most is itt vagyok a faluba. Itt áll mellettem a polgármester, igen. Képzeld el, ebben a faluban nincsen orvos. Hogy el tudod intézni? Igen. Hétfőn itt van az orvos. Hát ez fantasztikus. Hát egy életre elköteleztél. Nagyon szépen köszönöm, Józsikám. Polgármester is, mi az, ami még nincs? Térerő. Én nagyon fontosnak tartom a kultúrát, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy én a kultúra vonalán maradjak. Tehát nekem nincs érzékem a politikához. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok fontos dolgot tud az ember tenni, elmondani. És valahogy most erre az igény felerősödött. Én nem igazán jelentkeztem, hanem engem hívnak. Valószínű. Véleményem szerint a Lovasi Jász című film sokat játszott ebbe, a Kaszás Géza elkészítette ezt a filmet, és ott már nagyon régen volt, már 7 éve jelent meg ez a film, és akkor elkezdtek hívogatni engem különböző műsorokba, ilyen kiváló pszichológus, mint Csernus Imre, ki látta a Csernussal való. Szerencsések, akik nem. Ez egy komoly küzdelem volt doktor úrra. Na mindegy, szóval hívnak, és beszélgetünk ezekről a dolgokról, mert egy teljesen más aspektusból látom a világot, ahonnét ők. A funkció határozza meg a struktúrát, tehát egy politikus mozgástere az nagyon behatárolt. Tehát van egy tér, amiben ők tudnak mozogni, és én megmondom őszintén, hogy nem bántom őket, mert ezek az emberek megpróbálják kihasználni a tömegdemokrácia által predesztinált környezetet, ami nem tud őszinte lenni. Nem tud. Tehát bármelyik elkezdene őszintén beszélni, az leírná magát, mert a másik hazudna egy nagyot. Tehát ezt nagyjából látjuk. Tehát nincsenek egyszerű helyzetben. Attól a pillanattól kezdve, hogy tömegdemokrácia van, az fog dönteni, hogy ki tud nagyobb tömegeket megszólítani. Annak érdekében, hogy bekerüljön a választásra, és itt mindig a diktatúrát meg a demokráciát állítják szembe egymással. De nincs ilyen egyébként, tehát nincs az, hogy a diktatúra rosszabb, mint a demokrácia. Tehát van rossz diktatúra, meg van rossz demokrácia. Tehát a diktatúrának az a rákfenéje, hogy egy hülye ember kerül hatalomra. És az ember az egyetlen élő lény, aki nálánál hülyébbet is képes követni. Ez az állatvilágra nem jellemző, tehát ott nagyon meg van határozva mondjuk egy ménesbe, hogy az a vezérkanca, az képes-e arra, hogy ezt a ménest vezesse, és ott nem a leghülyébb viszi. Az embereknél sajnos ez nem így van. Hát nézzük meg Brüsszelt.
Na nézzük, megmondja egy... Tehát nem a józanész, nem a valamiféle indulatok, vagy valami furfang viszi őket, de nem így van. Tehát ott lehet a diktatúrában, lehet egy őrült, aki aztán valami egészen elmebeteg dolgokat csinált. A demokráciának pedig az a problémája, hogy a szent és a gazembernek ugyanannyi szabadata van. Tehát egy hazáját szerető egyetemi tanár, egy magas intellektuális szinten egy tolvaj gazemberrel ugyanaz a szavazata. És akkor ebből építsünk mi föl bármit is. Tehát nem egyszerű a tétel, és igazából nekem nem a politika a mozgásterem, hanem inkább a kultúra. Nyilvánvalóan ezen belül a lovasi jászat. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, doktor. Parancsoljon. A tévénézőknek mondom, mi lesz, ha meghalok. Röviden összefoglalom. A mór megtette kötelességét, a mór mehet. Tehát az én jelentősége már nincs annak, hogy én vagyok, vagy nem vagyok. Tehát a palacból kiszabadult a szellem, itt elindult a dolog, és itt minden már a következő generáció múlik. Annak, hogy velem mi lesz, vagy mikor, annak már nincsen jelentősége, mert már a lovasi jászat, illetve ez a gondolkodásmód a világ minden részén ott van. Egyébként én ezt már érzem. Tehát nem, egyre kevéssé érzem a személyiségem súlyát, vagy felelősséget ebbe a dologba. Csak egy példát szeretnék mondani. Én amikor elkezdtem a lovasi jászatot, bementem a lépcsőházba, és föllépcsőztem a harmadik emeletre, és aztán utána azt vettem észre, hogy nekem vissza kell menni az első emeletre, mert ott hagytam valamit. És akkor megint fölmentem a negyedik emeletre, akkor ott éreztem, hogy vissza kell mennem most a harmadikra. És most azt látom, hogy a bejárati ajtóba föltűnik egy 10-12 éves gyerek, és a 8. emeletről néz ki legközelebb. De mintha kimaradnának emeletek. Tehát olyan gyorsan fejlődnek a lovasi jászat területén, ami számomra elképzelhetetlen volt. 12 éves gyerekek lőnek most már 200 pont fölött, ami nekem másfél évtizedet vett igénybe, meg még nincs annyi idős. Hogy itt van. Tehát nagyon dinamikus a fejlődés, és van egy fölépített szervezet. A kérdés az, hogy az utókor ezzel mit fog csinálni, de ezt már nem lehet eltüntetni. Tehát ez már ott van. Tehát ez már teret nyert. 14 országban van 32 nemzetközi bíró, ezeknek a nemzetközi bíróknak az esze a szíve helyén van, ezt a kultúrát viszik tovább, értik, csinálják, én azt gondolom, hogy jól állunk. A lovasi jászat az szinte minden elismerést megkapott, a magyar szellemi kulturális örökség részévé vált, és hungarikummá nyilvánították. Tehát jól állunk ezzel a dologgal, jelentem, mi még vezető szerepet töltünk be, és most ezt csak kizárólag önöknek árulom el, hogy én Svájcba, Lozánba hoztam létre ennek a rendszernek a központját, és most egy nemzetközi vezető testület irányítja, dél-afrikai, amerikai, svájci és francia vezetőséggel. Első lépcsőben lecserélem ezeket a vezetőket magyarra, a második lépcsőben hazahozom Lozánból a központot. De ez maradjon köztünk, jó? Ez egy hosszú távú program. Most nézzék, nekem Iránt és Szaúd-Arábiát kell leültetni egy asztalhoz. Nekem Oroszországot és Egyesült Államokat kell leültetni. Mindenütt ott vannak a pályák, és mindenütt ott van a lovasi jászat, és ez a Svájc, ez a semlegességénél fogva, és az, hogy az olimpiai sportok központja, ez jól cseng, de ez egy PR fogás.
ennek részemről semmilyen jelentősége van. Én akkor leszek nyugodt, hogyha ezt a rendszert magyarok vezetik, és itt lesz Magyarországon, de ennek még nincs itt az ideje. Parancsoljon. Egy nagyon rövid kérdés. Mikor várható olimpiai sportágja a lovasi íjászat? Hát nem biztos, hogy az én időmben ez bejön, de az olimpiákról azt kell tudni, hogy az olimpia az nem sport, az üzlet. Tehát ott üzleti körök, elsősorban a média körei határozzák meg azt, hogy mi lesz olimpiai sport és mi nem. A nézettség dönti el. Hát gondoljunk abba bele, hogy mit csináltak az öttusával. Gondoljunk abba bele, hogy a birkózást le akarják venni. Hát a birkózás az öt alapolimpiai sportnak az egyike, és most hoznak egy döntést, hogy azt leveszik. A lovasíjászat akkor lesz olimpiai sport, hogyha egy markáns pénzügyi kör beáll mögé, és valamilyen szinten érdekelt lesz abban, hogy ez ott megjelenjen. Én remélem, hogy ez a hazám lesz, mert ha nem, akkor el fogják vinni az órunk elől a lehetőséget. De én nekem vegyes érzelmeim vannak ezzel, amit megosztok önökkel. Ha a lovasíjászatból olimpiai sport lesz, egyébként ahhoz az kell, hogy 50 országba szakági szövetségként működjön. Mi jelenleg 14 országban vagyunk jelen. Tehát nagyon messze vagyunk ettől a dologtól, és azért vagyunk nagyon messze, mert a lovasíjászat nagyon nehéz. Ez nem tud robbanásszerűen fejlődni, itt jól meg kell tanulni lovagolni, jól meg kell tanulni íjászni, ahhoz, hogy ez a sportág el tudjon kezdeni fejlődni, ki kell képezni megfelelő szakembereket, akik oktatnak Szaúd-Arábiába, Kínába, Oroszországba, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, ha mi ezt a kultúrát és ezt a szakmaiságot át akarjuk adni, ez hosszú idő, ez egy nehéz dolog, de ha olimpiai sport lesz, akkor a hazánk nagyon nagyot nyer vele, mert ez egy presztízs. De a kultúránk nagyon nagyot veszít, mert az olimpiai sportokból a kultúra kilugozódik. Tehát az a jelenlegi kulturális tömeg, amit a lovasíjászat visz magával, azt el fogja veszíteni, és csak egy versenysport lesz belőle. Tehát mindenben van jó, mindenben van rossz. Én elindultam pontosan emiatt az etnosportok irányába. Bilal Erdoğan elnöknek a fia engem 2 évvel ezelőtt Törökországba kitüntetett a lovasíjászatban elért érdemeimért, és a Bilal Erdoğan az etnosportok világszervezetének a jelenlegi elnöke. Ugyanis a világban van egy olyan törekvés, hogy ne csak olimpiai sportok legyenek, vegyük elő a régi hagyományainkat, és ezeket őrizzük meg. Tehát, hogy a török birkózás, a mongol övbirkózás, a magyar lovasíjászat, tehát ami nagyon, nagyon tradicionális dolog, ennek legyen egy ernyőszervezete, egy világszervezete, és ezen belül hangsúlyt fektetve a kultúrára, tehát nem megengedve, hogy ezek a kulturális panelek kirugozódjanak, mondjuk az öltözködés, a viselkedés, és mindaz, ami ehhez hozzátartozik, azok a ceremóniák, amik fontosak, azok ne tudjanak kilugozódni, hát erre az etnosportok hivatottak. Parancsoljon! Amikor úgy éreztem, hogy elég pénzt gyűjtöttem össze, hogy egy lovat tudjak venni, akkor elmentem a Kaposvári Lovas Akadémiára, és megkerestem az igazgatót. És mikor elmondtam neki, hogy mennyi pénzem áll lovásárlás rendelkezésre, akkor fölröhögött. Hülyének nézett. Az is voltam egyébként. És azt mondta, szerintem megsajnált. Tehát látott egy hülye gyereket maga előtt, nem emlékszem rá, hogy mennyi pénzem volt, de megsajnált, és azt mondta, hogy na ide figyelj, Vágóhídra viszünk holnap angol telivéreket. Most, hogyha meg akarsz venni egyet, vágóárba, súlyba meg tudod venni. És én kimentem, megnéztem ezeket a szerencsétlen leselejtezett lovakat, és megesett a szívem egy olyanon, ami mind a 4 lábára sánta volt, a nyakába ki volt harapva egy darab, egy kanca,
és én ezt a teljesen alkalmatlan lovat elvittem haza. Na most akinek kételjei voltak azzal szemben, hogy a kassai egy őrült, az minden kételyt eloszlatott, amikor megjelent ezzel a négy lábára sánta lóval. Nekem a reményeim szerte foszlottak, hogy én erről lovasiászni fogok, de nem tudtam otthagyni ezt a szerencsétlen. Elvittem haza, a hátára nem lehetett fölülni, hanem elkezdtem sétálni vele. Vezettem mindegy kutyát, ahogy jobb volt az állapota, és ahogy a lovat vezetgettem, jártuk a zselicet, túrákat tettünk, ennek az állatnak egyre javult az egészségi állapota, és képzeljék el, hogy fél év után föl tudtam ülni a hátára, és egy nagyon komoly szövetség, barátság alakult ki, és ezzel a lóval kezdtem el a pályafutásomat. Ez egy nagyon jó dolog volt, tudják, azért, mert nem egy fizikai kapcsolattal kezdtem, hanem egy lelki kapcsolattal kezdtem a lónál, és aztán a további lovaimnál is igyekeztem ezt megtartani, és inkább a lovaimra partnerként tekintek, mint eszközként. Ez meghatározta aztán az életemet. Hát nézzék, a teljes kudarcból valahogy fölállt ez a történet fél év után, és ennek köszönhetően el tudott indulni a pályafutásom. Ez egy angol telivér kanca, teljesen alkalmatlan a lovasi jászatra. Tehát a vérmérséklete és minden, és ráadásul a fizikai állapota, de valahogy sikerült, és aztán elkezdtem lovakat vásárolni, ez a 80-as évek vége volt. Parancsoljon! Mennyire etikus lovat enni? Én azt gondolom, hogy a mi kultúránk része. Tehát mi mindig is ettünk lovat. A magyar sírokban az avarok egész lóalakkal temetkeztek, kelet felé megásták a sírt, majd az elhunyt lábán ástak egy gödröt, oda belerántották a felszerszámozott lovat, és homlokon lőtték íjjal. Én ástam ki olyan sírokat, amiben ott volt a lókoponyában a nyílcsúcs. Ez az avarokra volt jellemző temetkezés, az egész lóalakos. A magyarok már nem, tehát a magyarok feltehetően a halotti toron elfogyasztották annak a lónak a húsát, aminek a koponyáját, a lábszárcsontját a bőrébe becsomagolva behelyezték a sírba. De nálunk a lóhús fogyasztás ez mindig is egy alap dolog volt. Én se ettem még meg eddig saját lovamat, de azért, mert én egy infantilis, szentimentalista, nyugat-európai karakter vagyok. De egyébként a Rózsa Péter biogazda rendszeresen vág lovat, és én fogyasztok lóhúst keleten is, hogyha én Mongóliában vagyok, természetesen a lóhús hozzátartozik a táplálékhoz, de ez a mi kultúránknak egy része volt. Több helyen tudták csapolni a lónak a vérét. Hát gondoljunk egy olyan hadjáratba, ahol nem tudtak támaszkodni semmi másra, éterre, hogy a pozsonyi csata 3 napig megállás nélkül zajlott. Mit tudtak enni? Eret vágott a lovon, és megitta. És hogyha leszedett a lóról 3 deci vért, ez a lónak meg se kottyan, de majdnem az egész napját biztosította a harcosnak. Tehát mi a lóval szimbiózisban értünk. Szárítottuk a lóhúst, szárítottuk a marhahúst, és egy szürke marhának a teljes hús mennyisége szárítva, porrázúzva a hólyagjába elfért. És a hermet szíjakra ezeket a hólyagokat akasztották föl, ez egy harcos élelmezését 3 hétre biztosította. A kémek azt nézték, hogy hány ilyen hólyag lóg a hermet szíjakon, mert meg tudták állapítani a hadjárat hosszát abból az élelmiszer mennyiségből, amiket vittek magukkal. Parancsoljon! Thank you.
A kérdés az, hogy hogy tudunk rátermett vezetőket pozícióba tenni. Én azt gondolom, hogy tehát még egyszer, amit itt a beszélgetés elején elmondtam, hogy a funkció határozza meg a struktúrát. Tehát mi be vagyunk zárva ebbe a választási, ebbe a struktúrába, amit úgy hívunk, hogy demokrácia, az így működik. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy minden egyes nagy civilizáció kijelentette saját magáról, hogy ez a vége. Tehát egy perzsa meg volt győződve róla, hogy attól a kultúrától, amit ő képvisel, nincs szebb, nincs jobb, nincs több. Tehát a világ végén vagyunk. Ezt gondolta egy görög, ezt gondolta egy római, ezt gondolta egy egyiptomi, és ezt gondolja ma a nyugati ember. Tehát a nyugati ember azt gondolja, hogy a liberális demokrácia a vég, itt nincs más, nincs több. Na most ez egy tévhit. Hát rengeteg dolog vár még ránk, és annak az ellenkezője is. Szerintem most formálódik a világ, az erőviszonyok mindenképpen. Volt egy kétpólusú világ. A Szovjetunió felbomlása után lett egy egypólusú világ, és most ez megint változni fog. Itt megint vagy kétpólusú, vagy többpólusú világ lesz. Ennek vagyunk a tanúi, és hogy milyen rendszerek lesznek, és hogy az emberek hogyan választódnak ki, az egy nagy kérdés, de igazából nekünk ezt nem sikerült eddig még jól megoldani. Ugyanis beszéltem itt a demokráciáról, meg a diktatúráról, mindegyiknek megvan a maga problematikája, és egy társadalmat irányítani az rendkívül nehéz feladat. De egy biztos, hogy ha ennek a társadalomnak magasabb az intellektuális szintje, a kulturális szintje, akkor magasabban kvalifikált emberek lesznek a vezetői. Tehát olyan nincs, hogy egy segbuta társadalomnak nagyon intelligens vezetői legyenek. Értik? Ez egy illúzió. Tehát nekünk olyan vezetőink vannak, amilyeneket megérdemlünk. Nem lehet másképp. Hát ahhoz, hogy mi változni tudjunk, hogy itt a vezetés jobb legyen, ahhoz nekünk jobbnak kell lenni. Egy műveltebb, magasabb intellektuális szinten lévő társadalomnak kell lenni, aminek az alapja a család. Aminek az alapja a család. A család adja meg az alapértékeket. Nem az iskola, a család. A család adja meg azokat az alapértékeket, amit az iskola majd tovább tud fejleszteni. Tehát nagyon összetett a dolog, tehát ne gondolják azt, hogy egy neveletlen hülye gyereket majd az iskola atomfizikussá fog képezni. Értik? Tehát ott a családban formálódik az a gyermek, ott kapja meg az alapértékeket, és amikor iskolába kerül, akkor ott hozzá fogják tudni adni a tudást. Tehát nagyon összetett dolog. A családból indul, és aztán a pedagógiával fejlődik. Egy dologban biztos vagyok, minél kisebb a gyerek, annál magasabban képzett pedagógusokra van szükség. Tehát a legjobban képzett pedagógusokra, a legfelkészültebb szakembereknek az óvodába kell lenni. A legmagasabb szintű tudással rendelkező pedagógusoknak az általános iskolába kell lenni. Egy egyetemi tanár lehet hülye. Értik? De ott, amikor pici a gyerek, a legnagyobb hibát ott lehet elkövetni, az óvodába lehet elkövetni, az általános iskolába lehet elkövetni. Tehát az én fölfogásomban a legmagasabban képzett, legjobban megfizetett szakemberek azok az óvónők, és az általános iskolai pedagógusok lennének. És aztán ahogy haladunk fölfele, ott, amikor a gyerek eléri a lelki érettségét 10 év fölött, ott már lehet szellemileg is terhelni. Addig a lelki megalapozása kell, hogy megtörténjen, és ehhez, nézzék, ugyanaz, mindig elhangzik ez a kérdés, hogy hány éves kortól lehet kezdeni lovagolni. Általában elhangzik ez a kérdés, ezt most én itt megelőztem. Én ezt mindig elmondom, hogy az két dolgon múlik. A ló milyen szinten képzett, és az oktató milyen szinten képzett. Ez fogja meghatározni. Nem az határozza meg, hogy a gyerek hány éves. A ló milyen szinten van idomítva, mennyire alkalmas egy kisgyerek képzésére, és milyen pedagógiai szinten van az a lovas oktató okot. Mert ha ilyen, mert az én lányom az 4 évesen lovagol. Mert olyan szinten van felkészítve a ló, és én állok ott mellette. Értik? Na most
Miből gondoljuk azt, hogy egy óvoda vagy egy általános iskola más? Én nagyon szerencsés vagyok, mert az én gyerekeim nagyon jó óvodába járnak, nagyon jók az óvónők. Parancsolja. A teljes digitalizációs cél? Nincs. Nem ez a vízválasztó. Egy nagyon egyszerű dolog a vízválasztó. Én használom a Facebookot, vagy a Facebook használ engem. Én használom a számítógépet, vagy a számítógép használ engem. Én használom a digitalizációt, vagy a digitalizáció használ engem. Ez egy nagyon fontos dolog. Itt van egy kitűnő borász. Kaptam tőle egy üvegbort. Itt van. Fölírtam a borra a telefonszámát, mert ha megnyitom, akkor föl fogom hívni, és az egészségére fogok kocintani. Nem fogok meginni egy hordóval. Iszok bele egy pohárral. Mert van a bornak egy kultúrája. Érti? Ugyanez a helyzet, tehát mi haragudhatunk a Facebookra, haragudhatunk az internetre, haragudhatunk a YouTube-ra, mindenre. De mindig a kérdés az, hogy én használom, vagy azt használ engem. Ami a problémát jelenti, amikor a gyerekeinket elkezdi használni. Ez a szörnyeteg. Így van. Így van, így van. A fiatal generációknál óriási problémák vannak a droggal, az alkohollal, az internettel és mindennel. Na de ezt semmi más nem fogja megakadályozni, mint a nevelés. Érti? Tehát ez nem tudjuk, ezek a gyerekek, igen, és azért beszéltem arról, és higgyék el azt nekem, hogy nagyon fontosak a közösségek, mert hogyha az én gyerekem egy olyan közösségbe kerül át, aminek az értékrendje azonos az enyémmel, akkor kevéssé sérül. Ha egy olyan közösségbe kerül át, aminek teljesen más az értékrendje, mint amit az én családomban magába szeret, akkor sérülni fog a gyerek. Sérülni fog minden, mert akkor is sérül a gyerek, hogyha nézzék, itt ahogy jöttem be, itt már van egy csokoládé automata. Vannak, minden iskolában ott vannak a csokoládéautomaták, minden iskolában ott vannak a cukrozott üdítő automaták, és tudják, hogy miért vannak ott? Mert jó üzlet. Hát nagy a pénz. Hát megy a gyerek és költ. Tönkre tesszük a gyerekeinket. Tehát a gyerek, hát na most, hogyha én megtiltom a gyerekemnek, hogy igyon, a többi meg iszik. Hát, ha kifogják közös, érti? Tehát ezek egyszerűen ezeket a dolgokat nem lehet odaengedni. Nem lehet. Tehát az egészséges táplálkozást a gyerekre rá kell kényszeríteni. Az én szüleimnek egyszerű dolga volt, mert nem volt. Az én apámnak nem kellett eltiltania, hogy ne igyál annyi kólát. Hát nem volt. Hát nem tudtunk mivel ártani magunknak. Nem volt csokoládé, nem ettünk édesre, zsíros kenyér volt. Hát amennyit azzal ártottunk. De nekik nem volt ez a problémájuk, hát hogy a hűtőszekrény, nem volt hűtőszekrény se. Kezdetben aztán már nagyobb voltam, akkor volt. De nem volt ez. Ma minden van, minden is van, és hogyha megfigyelik a szupermarketekbe, úgy vannak elhelyezve az édességek, azt mind odarakják a pénztár körül. Mert akárhova teszem a gyerekemet, az én kisgyerekem a kosárba áll, ő szedegeti le. Tehát ezek nagyon jó ki vannak találva. Ő még ott a cukrokból, csokikból le tud szedni a gyerek, és megy a harakiri, hogy kiszedem a gyerek kezéből, mit tudok vele csinálni. Fölépítettük ezt a rendszert. Ki csinálta ezt? Mi? Mi csináltuk? És itt vannak benne a gyerekeink a trash foodba. Ugye mondtam ezt a katari fiatalokat, hát gondoljunk bele a Szaharába, ahol 50 fok van. 50 fok, elviselhetetlen a hőség. Azokban az országokban, mondjuk Szaúd-Arábia, ott a december, a január, február, ez a 3 hónap az, amikor mondjuk én egy étterem terasszára le tudok ülni. Utána nem. Elviselhetetlen az 50 fok. Na most ezek az emberek, ezek ott éltek.
evett néhány szem datóját, ivott egy kis tevetejet, és minimális szénhidrátom voltak. Minimális élelmiszerem, minimális folyadékon elképesztő, szikár erős szervezetek voltak. És egy ember öltő alatt változott gyökereiben minden, és ez a trash food rájuk szakadt. Mi szerencsésebb helyzetben vagyunk európaiak, mert nekünk nagyon hosszú idő volt ehhez a szénhidrátbombához hozzászokni. Tehát volt idő a kenyérhez, a nagy szénhidrát mennyiséghez. Nekik nem. Ugyanez volt a probléma az eszkimóknál, az indiánoknál. Ezeket megölte ez a mennyiségű kalória, amit be tudtak vinni a szervezetükbe. És nehogy azt higgyék, hogy bármilyen kontroll van. Semmi. Semmi. A kis légkondicionált autóikba ülnek, a légkondicionált szupermarketekbe járnak, és vedelik ezeket a cukrozott üdítő italokat, és tönkre vágja az egészségüket. Összetettebb dolog ez jóval, a prevenció, és higgyék el, hogy olcsóbb lenne, mint az egészségügyet nem lehet megoldani. Tehát ilyen nincs, hogy az egészségügyet megoldom. Nem tudom megoldani, tehát a betegápolást nem tudom megoldani. Az egészséges emberért tudok tenni. De hogy oldjam meg az egészséget, amikor teszem tönkre generációk életét a helytelen életmóddal és táplálkozással? Hát ezeknek a fiataloknak, ezek már most tönkre vannak menve. Hát ezek tizenévesen már csapágyasak. Rossz mozgáskoordinációjuk van, túlsúlyuk van, mindenféle fóbiáik vannak, hát öregkorukra mi lesz ezekkel? Értik? De hát ezt nekünk kell megoldani, ezt a társadalomnak kell kezelni valamilyen szinten, de hát mi a fülünk botját nem billegetjük. Hát most azért fog változni valamelyest a helyzet. Parancsoljon! Igen, teljesen jogos a fölvetés, és ezt támogatom, amit ön mondott. Azt mondta a hölgy, hogy a gyermek személyiség fejlődése szempontjából fontos, hogy teljesen eltérő dolgokkal is találkozzon. Jól fordítom? Ezt vallom, és ezt hiszem én is. És ezt én nagyon fontos dolognak tartom, de szerintem mindennek megvan az ideje. Én nagyon fontosnak tartom azt, például megnézték azok gyerekek intelligenciáját, akik sokat költöztek, és nagyobb az intelligenciájuk azoknál, akik soha nem költöztek, és mindig egy helyen voltak. Tehát egyfajta burokba voltak. Értsük jól ezeket a dolgokat. Itt a gyökeres eltérése, ami probléma például az egészséges táplálkozás és a trash food közti szakadék. Érti? Tehát ne azt egy másfajta gondolkodásmód, egy másfajta kulturális környezet, az, hogy másféle emberek is vannak, de amikor egy egészséges táplálkozásból, amikor én óvom a gyerekemet, és megfelelő mennyiségű gyümölcs, zöldség, és ebből ő átbillen egy teljes trash foodba, vagy abból, hogy van egy próbálom valamilyen szinten megóvni a Facebooktól, az internettől, majd ott rászakad ez az egész, és nincs fölötte kontroll. Ezt értsük alatta. Ne azt értsük alatta, hogy egy bicikli belsőben nőjön föl a gyerek. A másik dolog pedig mindennek megvan az ideje véleményem szerint. Az anyának van egy elképesztő szerepe. Itt nagyon sokat támadták a honvédséget, hogy a honvédség mennyit árt a fiataloknak, mert megalázza, meg nem tudom, mit csinál velük. A bölcsöde, hölgyeim és uraim, a bölcsöde, attól nagyobb trauma nem létezik. Hát azt a gyereket az anyjától elszakítani nem lehet.
megvannak a személyiség fejlődésének az alappillérei, az anyatejnek óriási szerepe van. Az anyatej. Az anyatej az elképesztő mennyiségű antibiotikumot tartalmaz. Hogyha be van gyulladva a szeme, anyatejet kell bele csöppenteni. Ha bőr problémája van, anyatejet kell rá csöppenteni. Az anyatej old meg mindent. De az anyával való kapcsolatot is jelenti. 2 éves korig legalább. Megadja az immunrendszerét, és ad egy testi érintkezést, amitől szerintem lelkileg nagyon meg tud erősödni. Tehát vannak bizonyos lélektani folyamatok, és itt a káros eltérésekről beszélek, és ezt értsük jól, és hogyha ezt nem hangsúlyoztam ki eléggé, akkor hibát követtem el. Egyébként a hölgynek teljesen igaza van, fontosak a kulturális eltérések, de mindennek megvan a maga ideje, amikor én ezt beviszem, hiszen én is ezt teszem, és ezzel indult a beszélgetés, hogy belenéztem a távcsőbe, de ahhoz már azért kell egy érettebb személyiség. Az érett személyiséget egyébként az mutatja, hogy mennyire tudok kijönni a saját komfortzónámból. Minél érettebb egy személyiség, annál inkább el tudok távolodni szellemileg, politikailag, át tudok menni egy másik szurkótáborral, kapcsolatot tudok teremteni, és a többi, és a többi. Ez fontos egy gyermek életében. A negatív, drasztikus hatásoktól kell nekünk valamilyen szinten megóvni. Ott annak kegyetlen következményei vannak. Parancsoljon! Hát nézzék, én egy borzasztó, szerencsés és speciális helyzetben vagyok, mert nekem van egy 39 éves lányom. Az én generációm számára gyakorlatilag a történet az volt, hogy katonasság, nősülés, család. Az én generációmban egy 20-22 éves fiatal ember az katona viselt volt, nős volt és gyereke volt. Ezek voltunk mi. És fölnőtt a lányom, most már 39 éves, de én akkor 21-22 évesen azokat a nevelési mintákat vittem át, ahogy engem neveltek. Most viszont idős koromban megint született 2 kislányom, és én érett, bölcs, idős fejjel látom ezeknek a gyermekeknek a felnövekedését. Isten ajándéka. Én most a kislányomat is pelenkázom, és édesapámat is. Édesapám 87 éves, leszüretelt, lepréselte a szőlőt, rendbe rakta a présházat, rendbe rakta a kertet, majd kapott egy sztrókot, és azóta nem tud fölkelni az ágyból. Úgyhogy a testvéremmel együtt pelenkázzuk, mosdatjuk, és ugyanezt csinálom a kislányommal is. Látja az ember az elejét meg a végét a történetnek, és ezt én most újra megélem, és új tapasztalatokkal, bölcsességgel figyelem ennek a 2 felnövekvő gyereknek az életét. Egyetlen egy dolog létezik a világon, az a példamutatás. Semmi nincs. Tehát beszélhetek én neki erről, arról, az a gyerek nem azt látja, akkor az egy negatív hatás. Ő látja, hogy mi hogy gondolkodunk, hogy élünk. Én megmondom őszintén, az én lányom 3 évesen már egy tojásrántottát megcsinált. Megtörte a tojást, fölkeverte, fölrakta a tűzhelyre 3 évesen. Nekünk vannak ilyen elvárásaink, és én folyamatosan feladatokat adok neki, hogy ő kislányom, légy szíves, hozz ide apának egy poharat, vagy hozz. Tehát valamit mindig mondunk, mert azt látom, hogy ezeket a gyerekeket, ezeket nem lehet utasítani. Hát van a kérés, az utasítás és a parancs. Tehát van 3 dolog. És ezt a 3 dolgot végre kell hajtani. Nagyon egyszerű, van az a parancs, hogy lóról. Ez nem egy kérés, ez egy parancs, mert kialakulhat egy veszélyes helyzet. Ugye mondtam, hogy 4 évesen lovagol a lányom. Az nem az, hogy légy szíves, szállj le a lóról, hanem lóról. És akkor neki le kell pattanni. Tehát a kérést, az utasítást és a parancsot végre kell hajtani, mert amit látok a mai fiatalokon, hogy ezeket odébb tuszkolni nem lehet.
Nem tudnak végrehajtani, utasítást nem tudnak végrehajtani. Nekem ez a tapasztalat. Az, hogy gyere ide, vagy menj oda, vagy semmi. Tehát hozzám azért több ezer gyerek kilátogat a völgybe. Nem tudom elérni azt, hogy jöjjenek ide körém. Mert szabadon vannak a szürke marhák, meg a bivajok. Úgy néznek ki a fejükből, mintha a Facebookot néznék. Üveges tekintettel. És ha majd jön a bivaj, akkor csatornát fog váltani. Nincsenek interakcióban valósággal. Tehát látszik az, hogy ott a film el van csúszva kicsit náluk. Üveges tekintettel bámulnak a világra, és hogyha kapnak egy utasítást, akkor néznek ki a fejéből. Nincsenek hozzászokva ehhez. Most én a lányaimnál nagyon fontosnak tartom ezt a légy szíves, hozd ide, hozzá apának egy citromot a hűtőből. És amikor már annyi esze van, hogy 2 éves, akkor hozzá ide egy citromot. Jaj, de ügyes vagy, nagyon szépen köszönöm. És akkor valami pitiáner dolog van, és aztán lassan megszokják azt, és amit én mondok nekik, hogy mi egy család vagyunk. Kislányom, te is kérsz apától valamit, megcsinálja. Én is kérek valamit, te is csináld meg. Mi egy közösséget alkotunk, a család összetartozó. Ezeket a dolgokat hallja, és így nagyon szépen vagyunk mi együtt egy ilyen édeni idillbe. Ez az, ami most mindig valami deficit van szerintem minden társadalomban. Itt a józanésznek elég nagy deficitje van most a nyugati világban. Én nagyon sokat tudnék erről mesélni, mert nagyon sokat utazom. Tehát valamit foglalkozni kell ezekkel a gyerekekkel, és én próbálom a családot, mint közösséget előtérbe helyezni, és a családi közösségben olyan emberek vannak, akik folyamatosan segítik, támogatják egymást. Parancsoljon! Foglaljuk össze ezt. A tévénéző kedvéért. Hülye barmok vagyunk, és a mi gyerekeink ülnek a vezetésben, és hát mi neveltük így gyakorlatilag ezt a generációt. Megengedik, hogy befejezzük most ezt a beszélgetést? Én letenném ezt, és én most még néhány fontos dolgot elmondanék, de nem a kamerák előtt. Jó? Szabad még annyit kérdeznem befejezés előtt, hogy jobbára nagyszülői korban vagyunk itt, és kevés embernek adatik meg az, hogy 62-63 évesen kisgyermekekkel, mint szülő foglalkozzon, jobbára unokákkal fogunk foglalkozni, vagy foglalkozunk, hogy látja ezt a szerepet a szülő és nagyszülő feladata azért más. És mit tehetünk mi ezt most? Ezt leteszem és elmondom. Jó? Kapcsoljuk ki ezeket a kamerákat. De nem akarok kompromitálni semmit.